Korcsolyázok Pécsen a jégpályák éjszakáján januárban. A pécsi létesítmény fedetlen, ezért csak igen rövid ideig tudják használni a jeges sportok művelői. Ez mintegy 3-4 hónap az időjárástól függően. Olvasható abban a városi előterjesztésben, ami a műjégpálya befedésének lehetőségét vázolja. Ezt tárgyalták csütörtökön a Város Gazdasági Bizottságának ülésén. A műjégpályát jelenlegi formájában 81-ben építették, és itt az a probléma, hogy nem fedett, így a használata az néhány hónapra van korlátozva, amikor az időjárás engedi. Ennek a megoldása érdekében szeretnénk lefedni a műjégpályát, ami úgy tűnik, hogy sikerül is megvalósítanunk, tekintettel arra, hogy most elindítottuk ezt a projektet. A lefedés egy része egyébként TAO forrásokból valósul meg, ezen kívül önerőből és önkormányzati támogatásból, az összköltségvetés körülbelül bruttó 1 milliárd forint. Az előterjesztés nem tartalmaz kész építési tervet. A költségbecslést az előzetes igények alapján állították össze a szakemberek. Az 1 milliárd forintból ez egy komolyabb szerkezet lesz, nem pedig a már teniszpályáknál látott sátras megoldás, vélte a bizottsági elnök. Ez egy komolyabb szerkezet lesz. Én a pénzügyi részét láttam, mint a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak az elnöke, tehát a mérnöki részét nem ismerem annyira, de minden esetre komolyabb szerkezet lesz, ami biztosítja majd azt a tervet szerint, hogy a műjégpálya nyitvatartása körülbelül kétszer olyan hosszú ideig tartott, mint jelen pillanatban. Ez a jelenlegi számokkal számolva akár azt is jelenti, hogy akár fél évig is nyitva lehet a műjégpálya. Most a bizottságban a folyamat első lépéséről döntöttek. A városi fejlesztési céget és a pécsi sportholdingot kérték fel, hogy indítsák el a közbeszerzéshez szükséges munkákat, szervezzék a marketing kommunikációt.